És bemutatkozással kezdeném, Keresztes György vagyok. 43 év erdészkedés után mentem nyugdíjba, ennek már 4 év, azóta a ProSilva keretei között is, igyekszem elérni azokat a célokat, amelyeket korábban már megfogalmaztam magamnak, de akkor a pénzkeresés miatt nem volt rá lehetőségem. Ezért vagyok most itt ProSilva elnökségi tag. Egyébként dolgoztam kutatóintézetben, ERTI-ben, foglalkoztam fateremésztannal, technológiafejlesztéssel, munkaszervezéssel, dolgoztam természetszövetkezetben 10 évig, mint ágazatvezető. Dolgoztam 22 évig erdőgazdaságnál, különböző beosztásokban. Úgyhogy, amit itt összegyűjtöttem tapasztalatot, azokból szeretném a mára első részt elmondani, illetve hát abból a következtetéseket. Én szombathelyi vagyok, és az összes gyakorlatomat a technikum meg egyetem alatt most megyébe töltöttem. Már akkor ismertem az őrségi rendszertelen paraszti szállalást, szállóerdőt, egy-kettőt láttam. Akkoriban találkoztam egy motorfűrészessel, aki mesélte, hogy neki van 4 hektár erdeje, Őri Szentpéteren, ha jól emlékszem, 4 hektár erdőből minden évben kivág 10 köbméter fát, fűtésre van a családjának. Amikor a lánya férhez ment, akkor szarufának kivette 21 darab erdejfenyőt, és az erdő ugyanúgy néz ki minden évben. Ezt ő már csinálja 30 éve, de ugyanúgy csinált az apja is korábban, ugyanúgy csinált a nagyapja is, úgyhogy 50 éve az erdő ugyanolyan. És a 10 köbméter fa minden évben megvan 4 hektárról. Nem csak ez volt oka annak, hogy a diplomunkámat szállás témájában csináltam, 76-ban, 77-ben védtem meg. Akkor azt mondták a konzulens, hogy mi is ez a hülyeség, ez öcsi, ez ilyen nincs, ez nem. Megcsináltam, végül is elfogadták, megkaptam a diplomát, azt sem olvastál, szerintem senki sem, nem is érdemes egyébként, mert a mai szemmel nézve az egy naív dolog volt. Később, 97 környékén jutott eszembe ismét a szállásnak a kérdése, amikor a Budapest erdőgazdaságnál dolgozva felmerült, hogy kellene gazdálkodnunk, de akkora volt az ellenszél, hogy elmentek sok mindent csinálni. 2004 körül kezdtünk el ezzel foglalkozni valójában. Akkor alakítottunk át néhány erdőszletet, most se jutottunk el sokra ezzel az erdőgazdaságnál, de azért már sikerült elhinteni több helyen, több fiatal fejében elsősorban a gondolatot. Legalább annyit, hogy gondolkodjanak a kérdésen, hogy ne csak azt mondják, hogy rutinból, hogy ezt nem lehet megcsinálni, meg lehet csinálni. Tehát ez az előadás cím, örökerdő fatermése. Ugye, aki erdőgazdálkodik, annak tudni kell, hogy mennyi az annyi, tudni kell, hogy mennyi fa van az erdőben, mennyit akar kivágni, mennyit tud kivágni, mennyi marad utána. Tehát olyan kérdéseket erdőgazdálkodnak tudni kell. Erre nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt évtizedekben, de ezek a próbálkozások mind a vágás üzemmód keretében zajlottak. Már 1862-ben is írtak arról, hogy kell csinálni határmisi táblát, amiből megállapítható, hogy az az erdő megfelel a sztendernek, az elvárásoknak, abban az erdőből mennyi fa lesz később, ami kiteremhető, és mennyi, ami ott kell, hogy maradjon. Ez volt az első lépés Magyarországon. Később aztán foglalkoztak mások is vele, Reiner Lajos, Felszmanter Rudolf, Diavad Adolf, aztán még később sokan az ERTI-ben, az egyetemen, de ezek mind vágásos, korosztályos erdők határmisi táblái voltak. Korosztályos erdőben mondták meg, hogy mennyi az annyi, amit tudnunk kell. A múlt héten a Horváth Iván említett egy dolgot, amikor voltunk Regensburgban a Német Egyesületnek a vándorgyűlésén, akkor mondták nekünk a német kollégák, hogy ők azt szerint az elv szerint gazdálkodnak, hogy schätzen, schützen und nutzen, tehát értékelni, védeni és használni. Ugye itt az értékelésről beszélünk most. A védelem és használat, ami kényesebb kérdés, az már más történet. Most az értékelésnél tartunk. Tehát mindenképpen kell értékelnünk az erdőnket köbméterben, forintban, hektárban, mindenféleben, hogy tudjuk, hogy mi az, ami feladat ránk vár. Ezeknek a fatermési tábláknak, vagy fatermési modelleknek tulajdonképpen 4 formájuk van. Tábla, nomogram, függvény és algoritmus. Ma igazából csak a táblával és algoritmusra foglalkozunk, mert ha kézben, erdőben, akkor inkább fatermési táblát használunk, hogyha számítógépen, akkor algoritmust. Még mindig csak a vágás üzemmódnál tartunk. De ugye nekünk most mi arról beszélünk, hogy mi a fatermésünk akkor, hogyha mi egy örök erdőt csinálunk, hogyha nem egykorú, egyfafajú, egyetlen az állomány, egyforma nagyságú körülbelül, hanem sokkal bonyolultabb ennél. Az egész más történt, egész más paraméterekkel lehet leírni így az erdőt. Ugye itt is felmerül a mennyi kérdése. Először erről a magyar szakirodalomban Fekete Lajostól lehetett olvasni, a 1897-ben, az erdészeti lapokban, ahol erre majd később visszatérünk, erre a bekerülhetett részre, ahol azt mondja, hogy de itt, mármint a szállóerdőben, a korfokokkal,
és a korosztályokkal nem lehet számolni, nem is szabad számolni. Itt a vastagsági okfokokkal, a vastagsági csoportokkal szabad, lehet csak értelmesen számolni. Ő csinált egy faltermési távbeszerű számítást, a lapokban vagy az újságban megjelent. Ő azt szerint próbálta a saját maga által megvizsgált erdőket értékelni, de ezután nem terjedt el. Nem tudjuk, hogy miért, valószínűleg azért nem, mert utána nem sokkal jött Trianon, és azok az erdők, ahol dolgozott, azok elkerültek Magyarországtól. Viszont közben volt ennek már folyamata máshol is. Gurnó kitalált egy ellenőrzési eljárást, ahol szintén a törzsszámmal foglalkozott, törzsszámban is illafakészlettel határozta meg azt, hogy az az erdő, az a szálló erdő mennyire jó, mennyire nem jó. Az ő elvén készült metódust Biolle fejlesztette tovább, és alkalmazta először, és ő írta le, ő adta ki közzé, mondjuk Gurnó is közérte, de az nem történt nagy hatással. Nem tudom, ki járt itt közületek a Svájcban, Cuvée-ben, abban az erdőben, ahol erről beszélünk. Érdemes elmenni, érdemes megnézni. Ez egy olyan fantasztikus látvány, mindenféle fafaj, mindenféle méret, teljesen változatos, és ahogy tudom, mindig ugyanolyan, pedig minden évben sok fát vágnak ki belőle. És így kezelik ezt az erdőt 130 éve. A Cuvée adatokból gyűjtötte ki Madas László a fontosabb dolgokat. Látjuk, hogy itt még vannak átmérosztályok szerint osztotta fel a faállományt. Megállapította, hogy a törzsszám és a fatömeg és a folyónevedék hogy oszlik meg az átmérosztályok között. Tehát itt már szerepel a törzsszám, mint fontos paraméter, de ugye látjuk, hogy nem szerepel az átlag átmérő, mint az üzemterben nálunk ma, nem szerepel az átlagmagasság, nem szerepel a kor, ami szintén nálunk fontos a mai üzemterekben. Üzemterek szerint működnek, ez azért nem tud működni. Visszatérünk erre is később. Még itt egy megjegyzés, ami nem szorosan tartozik a témához. Tudjuk, hogy a szálló üzemmódnak, szálló erdőgazdálkodásnak volt egy nagy felfutása a 19. század végén és utána levő egy-két évtizedben, aztán leült, leesett. Ennek valószínűleg az volt az oka, ugye itt van a felfutás idején Gurnó, Biolle, és itt volt valahol Fekete Lajos is, csak őt nem jegyzik az angol szakirodalomban, hogy nem volt megfelelő az ellenőrzési eljárás. Akkor még nem tudták, hogy a törzsszám szerinti eloszlásnak milyen nagy szerepe, vagy mennyire fontos. Akkor megpróbáltak még mindig a fatérfogatra, a kivágondó faanyagra, a növedékre összpontosítani, átlag átmérővel, átlagmagassággal jellemezték sokszor a dolgokat, és az így nem jött össze. Nem tudták kézbe tartani a dolgokat, és nagyon sok olyan állomány keletkezett, főleg Németországban, ahol sokkal többet vágtak ki, mint szabadott volna. Ezáltal az állományok korosztályeloszlása, vastagsági eloszlása is elment a normálista, vagy elvártól, és rablógazdálkodás lett, ezért sok tartományban is tiltottak Németországban a szállást. Aztán később, 50-es évektől kezdődően jött ez megint elő, foglalkoztak vele, kutatták, vizsgálták, nálunk nem nagyon. Nálunk volt egy-két cikk, egy-két tanulmány, aztán kb. 58 után már nem volt semmi sem. A folytatás, ez már ugye 2002-ben készült egy cikkben. Ezt itt csak azért tettem ide, hogy lássuk, hogy mi az, amit el akarunk érni. Ugye ezt tudjuk, hogy van egy vágásos erdő, amiben eddig tüzemmel gazdálkodtunk. Hogyha elfogadjuk, amit a Gálhidi László mondott, hogy átalakítjuk az erdőink egy részét, az önskolonosokat örökerdő üzemmódúra, állandó borításúra, azt valahogy meg kell oldani. Nyilván nem megy egyszerre, ahhoz hosszabb idő kell, de hogyha már tudjuk, hogy a vastagság szerint eloszlást kell vizsgálnunk, figyelnünk, akkor már azért jobban kézben tartani a dolgokat. Itt most arra ne figyeljünk, hogy ez fenyő vagy lombos, ez nem érdekes, ez az eredeti cikkben számított, most itt nem. Lényeg az, hogy ez egy haranggörbe, vagy egy poasszon eloszlás, ami az egykorú állományokra jellemző, a vastagság szerinti eloszlásnál. Hogyha akarjuk átalakítani, akkor lesz egy alsó szint, aztán lesznek további szintekben, lesznek bent kisebb fák, sok. Lassan átalakul egy fordított J-betű alakú görbévé az eloszlási görbe. Ez csak azért mutatja be. És csodák csodája, 2007-ben, amikor Németországban jártunk először egy szállásos tanulmányúton, akkor az ottani erdészetnél Türingiában elhozták ezt a papírt, az erdészet vezető és az erdész, és mutatták, hogy itt van ez a görbe, amihez ők hozzá hasonlítják az állományokat. Azt hiszem, 10 vastagság azt terasztották be a felvett adatokat, és azokat vitték fel erre a poligonszerűen erre a diagramra, és a Tarant Egyetem által 91-ben kiszámított görbéhez hasonlították. És kiderült, ebből látszik, hogyha ezt az összehasonlítást megcsinálják, mit tudom én, 10 évente, akkor látszik, hogy mennyivel kerülnek egyre közelebb ezekben az állományokban az örökerdő üzemmódhoz. Ugye ezek bükkösök. Ezeket azért részben a rendszerváltozás előtt is szállóüzemmódban kezelték, tehát itt nem volt azért nagy konfliktus az átalakítás miatt. De az itt is vannak problémák, például ennél az erdő részletnél látjuk, hogy túl sok a vastagfa, és nincsen újulat.
Tehát túl sok benne a nagy fa, nagy a záródás, nincs jó illat. Visszatérünk majd rá. Biolej Svájcban, mint említettem, ezt ellenőrzési eljárásnak, kontrollmetódnak írta le ezt a dolgot, de akkor még nem tudta pontosan, hogy milyen paramétereket kell szigorúan figyelni. Ma már tudjuk, pont a nyugat-európai kutatások alapján, hogy itt a vastagság szerint törzsdalás az, ami kulcskérdés. Nem a kor, mert ugye az sokféle lehet. Egy fa nőhet gyorsan, vastagodhat lassan, attól függ, hogy milyen helyzetben van az állományban. Vastagság szerint törzseloszlás és az élőfákészet. Ez a két paraméter, aminek alapján el lehet dönteni, hogy az erdő, az a szálló erdő megfelel az elvárásoknak, vagy nem. Hogy fogja hozni azt a jó minőségű nagy mennyiségű fatömeget a kitermeléshez később, amit elvárunk, és megjelenik az újat, amit elvárunk később. Mitől függ az, hogy ezek a paraméterek milyenek? Ugye azt tudjuk, hogy fafajtól függ. Ezek az előbbi dolgok, ezek mind a bükről szóltak. Ez is, meg a fekete lősé is. Biolej az részben bükről, részben főleg jegényfenyőről, buszfenyőről, de fafajtól biztos, hogy függ, mert fafajoknak a növekedése más és más. Függ a termőhelyi osztálytól, fatermési osztálytól, ezt majd visszatérünk. Osztnak függ még egy-két dologtól, eredettől, kezelési módtól, még nem tudjuk, hogy mit tudom, Magyarországon erre nincsenek kutatások, Nyugat-Európára is még csak kezdődnek, még csak 10 éve folynak, vagy 20 éve, mint a büknél láttuk. Tehát az elég kevés időnk az erdészeti kutatásban. A rendes fatermési tábláinkat, a vágási üzemmódra, azokat körülbelül 130 éve készülnek. És most már azt mondhatjuk, hogy elég jók szerintem, de azért most ott tökéletesek sok szempontból. Mindjárt visszatérünk arra is. Itt van megint ez a tábla. Látjuk, hogy a Tarantban, az egyetemen ezt a függvényt állította elő a Bill nevű erdész erre a görbére. Szerinte több kutatás, több mérés, sok mérés van mögötte. Ezekben az állományokban, ezek a bükkösökben, egyetlen bükkösökben, ez a görbe mutatja azt a törzseloszlást, ami által optimális az állománynak a szerkezete. És akkor most térnék vissza erre eddig volt a tudomány. Játék a számokkal, erről szeretnék beszélni, egy kicsit a spekuláció világába lépnék át. Ugye azt írta a Fekete Lajos, hogy az egyes korfokosztályok tartozó terület, egyszerűsítve azt mondja a Fekete Lajos, hogy egy szállóerdő az nem ugyanaz, mint hogyha összekevernénk egy csomóvágásos erdőt. Mondjuk van 100 hektár erdőnk, 1 hektár 1 éves, 1 hektár 2 éves, és így tovább. Ezt mind összekeverjük, akkor nem lesz szállóerdőnk, hiszen azért más szerkezetű, mint a szállóerdő. Fák nem egymás alatt, egymás fölött állnak, tehát az nem ugyanaz. De azért, hogyha ezt megpróbáljuk kísérletként elvégezni, esetleg gondolt kísérletként, akkor juthatunk egy kicsit olyan következtetésre, ami később használható lehet. Tehát az örök erdő az nem egy összekevert vágásos erdő, de ez a Mendlik Gézaféle fatermési tábla, amit 83-ban csinált, nagyon szépen le van benne írva, nagyon jól működik, hogy az állományban mennyi a törzsszám, mennyi a körlap, mennyi a fatömeg, az élőfakészlet. Ezt leírja a 6 fatermési osztályban, fatermési osztályként 13 korcsoportban. A korcsoportokhoz tartozik egy átmérő, egy átlag átmérő, és mindegyik korcsoporthoz tartozik így egy darabszám, egy körlap és egy fatérfogat. Ami érdekes az, hogy a legkisebb korcsoportban nem ír darabszámot és átlagátmérőt. Átlagátmérőt érthető oldalban nem, hiszen nem éri még a magasságot, de darabszámot nem tudom, miért ír, ez majd később zavar fog elsőtek kelteni. Tehát ezekkel a piros helyezett számokkal kezdtem el foglalkozni, és ezeket felhordtam fatermés osztályonként egy diagramra, akkor ezt kaptam meg. A narancssárga ez, innentől idáig az első fatermési osztály. Innentől idáig a második fatermési osztály, mit tudom én honnantól, innentől odáig, meg a hatodik fatermési osztály körülbelül. Tehát látszik, hogy az összes pont egy görbén helyezkedik el, ami nem lett véletlen. Ami azt jelenti, hogy a fatermési osztályok egymástól nem különböznek a növekedés menetben, csak odébb helyezkednek el a görbén. Tehát a törzsszámuk vastagfák kevesebb van bennük, és a törzsszámuk meg hasonló lehet. Tehát itt vastagfák nincsenek a kisebb, tehát a hatodik, ötödik fatermési osztályban. Vastagfák csak az első fatermési osztályban vannak. Ugyaneket pontokat felhordtam most akkor már összekeverve, tehát nem fatermési osztályonként. Itt vannak, csak a vége nem látszik, mert nagyon hosszú. És ezt kaptam. Egy egészen mutatós kis görbe, egészen jó szorosság összefüggéssel. Ez egy hagyványfüggvény. És erre az érdekes, hogy
mivel az első vastagsági csoportban vendégéző nem írt darabszámot, maradt 12 korosztály, tehát 12-vel kellett elosztanom a darabszámokat, így kaptam ezt a görbét. Hogyha levágom az elejét, ami mondjuk 10 centi alatti részét, akkor ezt kapom, minket nem érdekel a nagyon vékony fák. És hogyha mindezt összehasonlítom az előbb látott, a német professzor által alkotott görbével, akkor ezt kapom. Ez a Bill-féle görbe, ez pedig a Mendig Géza-féle fatermési táblából vezetett görbe. Tehát valószínűleg van a kettőnek az egymáshoz, valószínűleg a fatermési görbe által meghatározott darabszámok azért érvényesek valamilyen mértékig ebben a főleg vastag csoportokban, ahol már kevesebb jelentésük vannak, hogy egymással, egymás fölé hogyan kerülnek a fák. Ez ugyanaz a görbe, csak itt már 13 korcsoporttal van elosztva, azért kicsit eltér egymástól a kettő. Most mi történik akkor, hogyha megvan egy ilyen görbén, és azt szeretném tudni, hogy mennyi fám lesz később. Most független attól, hogy én mit számítottam a fatermési táblából, a németek ezt hogy számolhatják ki. Itt van a Bill-féle német fatermési görbe. Nem teszek más, mint hogy megvárom, míg a fák megvastagodnak. Ha megvastagodnak, nő a élőfakészlet, van valami növedék, amit ki lehet venni rendszeresen mindig. Mi történik? Egyszerűen odébb csúszik a görbe a következő állapotra, de akkor már nem az ideális helyben, tehát ezt a különbséget mindig ki lehet venni belőle. Ez adja meg azt a fatömeget, amelyet ki tudok vágni, és ebből lehet számítani a növedéket is, ha szükséges. Visszatértem ismét erre a görbére, vagy erre a táblázatra. Ez azért is jó, mert így tudják ellenőrizni, hogy az általuk végzett munkák mennyire segítették elő azt a folyamatot, hogy közelebb kerüljenek az általuk ideálisnak tekintett állapothoz, vagyis a törzsszám szerint eloszlása az ideális görbéhez. Amit itt beszíneztem, az az eltérés az ideális görbe és a mért adatok között. Ez a hibája a munkájuknak. Tehát ezt kell a későbbi beavatkozás során minden kisebbre csökkenteni, minden kisebbre redukálni. És ugye azt mondtuk, hogy ellenőrző eljárás, ezt így állapítottam meg annak idén Biolej. Most már tudjuk, hogy törzseloszlás, élőfakészlet, ezek kellnek nekünk, mitől függnek ezek. Megállapítjuk, hogy termőhely, faltermés osztálytól nem, de ezt a másik kettőt még nem tudjuk. Sajnos ezek nagyon fontos paraméterek nálunk, és ezekkel kellene foglalkozni, de sajnos nem volt még lehetőségre, hogy a magyar kutatás idáig eljusson. Viszont a élőfakészlettel foglalkozni kell akkor is, hogyha még nem jutottunk el odáig. Ugyanúgy megpróbáltam az előbb módon élőfakészletet is meghatározni a fatermési tábláinkból, mégpedig úgy, hogy a fatermési osztályunkat kiszámoltam, hogyha egy átlag vastagságot veszek, ennyire bonyolultabb a helyzet. Lényeg az, hogy fatermési osztályunként kijött egy darab, egy körlap, egy darab, egy élőfakészlet minden fatermési osztályra. Összehasonlítottam ezt a vágáskor szerinti élőfakészlettel és körlappal, és az jött ki, hogy körlapban 75-77%-kal kell kisebb lennie a körlapomnak a szállóerdőben a vágásos véghasználati koronál, élőfakészlet pedig 55-57%-nak kell lenni. A fatermési táblában levezetve ez az ideális állapot, feltéve, hogy fatermési tábla az ideális állapot a jellemzésére ennek a dolognak. Ugye megmondtuk, hogy a kettő nem ugyanaz, tehát nem ideális, de kiindulás alapnak talán jó. Elővettem ismét a Biolej-féle táblázatot. Itt ő azt mondja, hogy az ő állományában, itt ugye lucfenyő, jürgenyefeny és bükk, 354 köbméter az élőfakészlet egy hektáron, ami biztosítja azt, hogy mindig van elegendő növedék, mindig van elegendő fakitermelési lehetőség, és emellett mindig van elég hely az új csemetéknek, az új olatnak. Hogyha ezt a 351 köbmétert összehasonlítom ennek az átlagával, amit itt a táblában kiolvastam, akkor 342 jön ki. Tehát nincs olyan nagy az eltérés. Tehát van benne valami, hogy ebből lehet következtetni arra, hogy mi az, ami nekem kell, mi az, ami nekem jó. Úgyhogy végeztem, ennyi volt a játék a számokkal, és ami spekuláción tekinthető. Még egy-két adatot mondanék. Türingiában meghatározták nem csak azt, hogy nem Türingiában, alsó Szászországban, Taranban, hogy mennyi legyen az élőfakészlet egy ilyen állományban, és azt találták, hogy az élőfakészlet a optimális esetben a biológiai felső magasságtól, tehát a termőhelytől függ. Tehát a törzseloszlás nem függ a termőhelytől, a fatermési osztálytól, de az élőfakészlet igen. Ők úgy állapították meg, hogy szerintük az ideális az, hogyha 26 méter magasság alatt az élőfakészlet 182-240 köbméter között van, 26-32 köbméter magasságig, biológiai felső magasságig
240-300 köbméter, és 32 méter felső magasság fölött pedig 300 köbméter fölötti az élőfekékre. Tehát az optimális. Ennél több nem szólt, hogy legyen, akkor nincs hely az új ötnek. És még megállapították azt, hogy az előbbi diagram alapján ők a törzsszámot nem hordják fel centiméterenként, hanem három csoportra vastag, vagy vékony, közepes vastagra osztják, és azt mondják, hogy a vékony faanyagnak, ami 7-től 25 cm-ig tart, 60-70%-ának kell annyi darabszámra a törzsszámnak, a közepesnek 25 és 50 cm között 20-30%-nak, és a vastagfának 50 cm fölött 5-10%-nak. Ez biztosítja azt, hogy a élőfa készlet is optimális legyen, és a megfelelő mennyiségű növedék is létrejöhessen. És amit legyen hely az újulatnak. Tehát a élőfa készlet, a körlap, a növedék számítható törzseloszlási adatokból, hiszen ott megvan egy hektárra vetített összes fának a vastagsága, akár egy egyvácos függvénye, akár a fatömeg táblából magassága együtt kiszámíthatók a élőfa készlet is és a növedék is. Attól függetlenül, ez csak spekuláció volt az előbbiekben, ezzel a téma kutatást igényes, mert Magyarországon olyan nem folyik. Annak ellenére, hogy már 10.000 hektáros nagyságrendje van az ilyenfajta erdőknek. Igaz, hogy ezek az erdők még nem azok a szállóerdők, nem mutatják azt a szállóerdő szerkezetet, ami ezeknek az alapján elvárható, de előbb-utóbb eljutunk odáig, és előre is tudni kell, hogy mi az, amit elvárunk, előre is tudni kell, hogy mit célozzunk meg, mi az a cél, ami felé haladnunk kell. Tehát mindenféleképpen kellene kutatás, ilyen vizsgálatok kellenének. Tehát kellenek szállóerdőkre van szó, tehát is modellek, függvények, algoritmusok. És ugye a problémát nem csak az jelenti, hogy Magyarországon nincs rá pénz. Ugye a magyar kutatásban azt kutatják, amire tudnak pénzt szerezni, és nem azt, amire gyakorlatilag szükség van. Egy óriási probléma, óriási helytelen dolog, de hát nem tudunk változtatni. Mindenesetre bonyolítja az életet az, hogy ezek az állományok nálunk többnyire elegyesek, tehát több faj van bennük, és még a bonyolítja, hogy több korúak. Úgyhogy ezeket elég nehéz már ezt így kialakítani, ezekkel minél belkezdeni. Emlékeztetőül. Tehát a válkás üzemmódnak a törzseloszlása ilyen. Azt mondják, hogy ez egy kalapra emlékeztet, vagy harangra. Nekem inkább egy sörös korsó emlékeztetőnek széles az alja, és az jobban lesz. Valószínűleg gyakrabban volt kapcsolatban sörös korsóval, mint haranggal. És a szállóerdőnek pedig egy ilyen a törzseloszlása. Ez a kulcs ábra. De nem jellemző a kor, az átlag átmérő, átlag magasság és még egy csomó dolog, amit eddig használtunk, viszont a törzseloszlás és az élőfakészlet, ami legfontosabb, ezek a kulcsszavak, kulcskérdések. És köszönöm a figyelmet!